Szóval a szart imádjátok. 100 000 like-nál csinálok nyálból maszkot. Húgyozz bele, azt hadd szóljon! Halljátok? Skatszerok. Van nekem az a sorozatom, ahol mindenféle random hülyeségből, amiket ti mondtok, csinálok maszkot. Rendeltem amerikás országból rendeltem nagyon-nagyon drága maszkészítőt, és abból csak minden hülyeségből maszkot. Úgyhogy most összeszedtem a legidiótább, legérdekesebb kommenteket, amiket ezeket a videókat alá... Szóval rengeteg kommentet kapok ezekre a videókra, amit nagyon-nagyon szépen köszönök nektek, szoktam őket olvasgatni. Viszont a moderátorok a csatornám, meg alapból a YouTube sok kommentet betesz a letiltott kommentek közé, és most beúsztam oda. És ó boy, miket találtam. Ezek közül fogok most nektek felolvasni párat, hogy mit kértek ti, hogy milyen gusztustalanságból csináljak maszkokat. Tippeljetek! Én peccintek egy tuttit. Most az isteni Tutti Frutti ízű Sweet Tea-t, amit srácok biztosan be tudtok nálunk a webshopba szerezni, tuttishop.hu. Oh yeah. Na de megvárom. Tippeljetek, hogy mik azok. Jó? Amiket szoktatok írni. Mutatom is az elsőt. Azt kéri tőlünk, kedves Anita, hogy konzerves medve szarból csináljam. Menjek el Romániába, vagy hol lehet venni? Telefonhívás. Elkészült a gépem, srácok, végre. Ugye napok óta nincs számítógépem, előre vettem fel pár videót, és most ennyi. Szóval, konzerves medveszar az első, amit kértek tőlem, úgyhogy, hogyha szeretnétek, én azt nem teszem az arcomra. Akkor valaki jelentkezik majd közületek, aki az arcára tesz egy medveszar maszkot. Következő, szar. Emberi szar. Kedves Pálmai Katalin. Szar. XD. Köszönöm szépen, mint látjátok, ezek a kommentek ugye ott vannak, hogy le vannak tiltva, tehát nem jelennek meg a YouTube-on, valószínűleg valamelyik kedves moderátorom, vagy a YouTube automatikusan fogta és azt mondta, hogy szar. Szarból nem csak maszkot. Következő. Ezt most a nagy... Ezt inkább fel se olvasom. Annyit mondok, hogy férfi váladék, jó? És akkor remélem értitek, még egyszer ezt a kedves Lázár Barany, aki írta, rád, te felteszed az arcodra, jó? Következő Attila ide nekünk, szarból! Ez... Srácok, imádják! Tudjátok mit? Az egyik videóstalira elviszem a gépet, azt ha valaki akarja kipróbálni, hogy a saját kakiából csinál maszkot, azt az arcát, annyi, hogy a gépet is megtartatja. Úristen! De abban sokan kérdeztétek tőlem, hogy ilyen gépet hol lehet venni, én ezt nagyon bonyolultan Amerikából szereztem be. Amerikában megrendeltem egy ismerősöm, az ismerősöm feladta postán, és úgy jött el ide hozzánk, de hogyha gondoljátok, hogy esetleg ti szeretnétek ilyet venni, akkor megpróbálok többet megvenni, elhozatni, és akkor úgy eladni, vagy nem tudom, ezt megbeszéljük, de a komment szekcióban írjátok le nekem. Szóval a szart imádjátok. Te következő! Kutyaszar. Legyen kutyaszarból. Kutyaszar. Volt már medveszar, emberi szar, úristen ebben a videóban hányszor fog szerepelni, ürülék, jó, átnevezzük ebbe, legyen kutya ürülékből. Kutyürülék maszk. Még egyszer, kedves gamer macska, a gamer macska leírja, hogy legyen kutya kakából? Persze, ez a vágya a gamer macskának. Hát, kedves gamer macska, miért nem lehet akkor macska barból? Például. Nézzük a következőt! Én beszarok. Kutyapisi. Kutyapisi. Na. És tudjátok, hogy ebből csak kifotózgattam egyesével, amiket láttam, így most random, mielőtt elkezdtem a videót, ezt 2 hete írtátok, és most mondom nektek, hogyha rákeresnék a gépen, biztos, hogy 100 másik ilyen lenne. Remélem jegyzitek. Kutya kaka, kutya pisi, emberi kaka, emberi pisi, következő. Csinálj nyálból! Kedves Val már írta nekünk, ez biztos az eredeti Val már, leírta nekünk, hogy emberi nyálból, like, hogy eljusson Gergőhöz. Kedves Val már, nem ők, akik csináltuk valami hamburgeres reklámot? Nyálmat. És azt hogy képzeld el így? A gép felé állok és jó... Így belecsorgatom a nyálamat? Na, srácok, hogyha ezen a videón megvan a 100 000 like, akkor megcsinálom nyálból. 100 000 like. Lehetetlen. Úgyhogy 100 000 like. Jó? Ezt légy szíves a videó elejére, Kinga, aki vágod ezt a videó elejére. Szóval 100 000 like-nál csinálok nyálból maszkot. Oké, következő.
Azt mondja, hogy hallod? Bárányvérből vagy kutya konzerv levéből. Nem kitalálom. Ez le van írva. Bárányvér? Bárányvérből vagy kutya konzerv... Még azt mondom, hogy a kutya konzerv levéből jó büdös lesz, de gyerekkoromban imádtam. Voltak ilyen olyan kutya konzervek, ilyen nagyok, amiben ilyen nagy húsdarabok voltak, és imádtam az illatát. Sose ettem belőle, de imádtam az illatát. Kutya konzerv levéből. Na, ezt egy ötletnek felírom. Úgyhogy jöhet is a következő. Like vadász vagy. Szóval... Ezt nem tudom, hogy került ide a kivágásra, lehet, hogy csak beszélni akartam róla. Tudjátok, jól, én a videóimban soha nem mondom, hogy így most a ponyból, egy nyálamból csináljam, de nem úgy az minden videó elején, és ne felejtsd, de sőt, minden videóm végén mondom, hogy csak akkor lájkold, hogyha tetszik a videó. Ha nem, akkor nyugodtan diszlájkold, de lájkvadász vagyok. Következő, Szabolcs. Ja, ezt tudom, már emlékszem. Szóval ezt azért fotóztam ki, mert szerintem a kedves páciensünk azt akarta leírni, hogy szarból. De szegény leírta, hogy Szabolcs, úgyhogy kedves Gabriella, megsértetted az összes Szabolcsot, aki itt most nézi. Szabolcs, te mit mondasz erre? Én megsértődnék a helyedbe. Következő azt írta, hogy nyád. Köszönöm szépen, majd megcsináljuk a tiéd. Tehát mi? Mi? Next. Húgyozz bele, azt hadd szóljon. Oké. Okay. Húgyozz bele, az hadd szóljon. Érted? Nem csak leírja, hogy húgyozz bele. Húgyozz bele, azt hadd szóljon. Gyerünk, nyomod! Es. Kedves Zsolt Sabó. Zsolt. Zsolt, köszönöm szépen. Hadd szóljon, nyomod! Jó van, következő. Rosszul veszed fel a maszkot. És igen, ez a legtöbbször írt komment általában. És igen, béna vagyok, tényleg rosszul veszem fel a maszkot. Úgyhogy, sorry. De még van egy maszkos videó felvéve, shortsba, és azután csinálok egy videót shortsba, hogy hogyan kell jól felvenni az arcmaszkot. Sőt, volt egy olyan komment is, arra tipikusan emlékszem, aki leírta nekem, hogy tiszta lányos vagyok, mert arcmaszkot használok. Na most poénból csinálom ezeket a videókat, hülyeségekből, amit írtok, plusz szerintem azért, mert valaki egy arcmaszkot felvesz, az nem lányos. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen a rengeteg kedves kommentet, és a rengeteg szuper ötletet, hogy miből legyenek maszkok, várom, nem az ilyeneket, jó, azért próbáljunk meg szofisztikáltan és értelemszerűen olyan dolgokat kérni, amit meg is fogok csinálni, mert hát még azt mondom, hogy nyálból, de kutyakakából. A te arcodra. Na, akinek ilyen ötletei vannak, azok már úgy írják le, hogy ez saját magának írja. Srácok, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem. Remélem, ti is jót szórakoztatok, mert ezeket a kommenteket ti ugye nem látjátok, mert el van rejtve a YouTube-on. Azért gondoltam, hogy összeválogatok belőle párat. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem, és ne felejtjétek el, húgyozz bele, az hadd szóljon. Na, az isteni eredeti tutti frutti ízite, a tutti juice legyen veled. Sziasztok!